sportosat. Irodónk vendége Jakab Vilmos, egykori válogatott ökölvívónk. Nem tudom, hogy mennyien emlékeznek még arra a fekete fiatal emberre, aki anno még a válogatottnál is, mi több, Montrealban az olimpián is ott volt, hanem nem meglepő, ugyanis 1983-ban elhagyta Magyarországot. Ám az utóbbi időben vissza-vissza járogat. Egy ilyen alkalmat sikerült nekünk is elcsípni, egy rövid beszélgetés erejéig. Üdvözöllek! Köszönöm a meghívást! Újra itt vagy Magyarországon. Csak a nézők kedvéért. Tudják is, hogy ki is volt ez a Jakab Vilmos. Hány évesen, mikor kezdtél el boxolni? Emlékszel-e még? Hát feljöttem Inasnak Budapestre tanulni, a ipari tanulói iskolában, a Várna utcában, 14 kerületben, és ott volt egy egyesület, szakipari építők néven, és Adler Zsiga bácsi, meg a Kovács Attila bácsi tartottak edzéseket. És lementem oda egy pár perc, rá van, benézek csak. És erre ott ülök a padon, rövidgatjában, még jó idő volt. És az, oda jön az egy nagy hatalmas edző, és azt mondja nekem, mit ülsz itt, menj be sorba, és te is edző, többivel szaladjál körbe. Mondom, én nem boxolok, én minek menjek. Ne szóljál, ne pofázzál, menjél. És nem mertem neki szólni, váltam a sorba. És ott edzettem. Holott én birkózni akartam, ugye. És akkor a végén összeírták a nevünket mindjárt, hogy menni kell technikai vizsgára, meg orvosi vizsgára. Közben kiderült, hogy a szakosztályt egy nagybátyám volt, a anyám részéről, és a nagyanyám részéről. És egyszer csak ugye Paszlaci bácsi is felfigyelte rá. Hát igen, elég hamar, gyorsan betörtem a ifi válogatott, mindjárt esélyben ifi válogatott lettem. És akkor már ugye Zsiga bácsin keresztül, meg egy másik volt edzőm lett később, még egy év múlva a Szabados Manci bácsi, akik nagyon nagy barátok voltak, és hát mindig mondták, hogy hát ez a gyerek van, ügyes gyerek, és aztán hallottam, bejárt a Laci bácsi, többször is volt a intézetben, hogy engem mindenhova engedjenek el, mert nagyon tehetséges, mert minden, és azt mondja, jó, van, hát tudod, a fiatal gyerekek nem voltunk olyan annyira akkor még olyan képben, mint ma, esetleg később, de aztán, de hát figyeld biztos, mert az első, nem is az első, már többször is ifj válogatott voltam, és azt tudom, hogy 69-ben ott ült a ring szélénél, a románok ellen boxoltunk, a román ifj válogatott, már 20 éve románokat nem tudtuk megverni sohasem, és akkor így se vertük meg, annak ellenére, hogy mindent megcsináltam, meg is nyertem a meccset, de aztán később, következőben megverte őket kín Romániába a románokat, de ott ült a sarokba. Én akkor a középsúlyban boxoltam, de mivel nagyon jól ment a meccs, a box, megvertem a középsúlyt, a félensúlyt gyerek, az nem volt nagyon jó, és engem tettek be a következő meccsre. Hát azért ifjúban 5-6 kilóval nehezebb gyerek, azért az komoly, az nagy különbség, tudod. És el voltam fáradva két menet után nagyon, és már mondom, már meghalok, mert nagyon gyorsan mozogtam, hogy ne tudjam megütni, és akkor addig nyertem. És akkor ott ült a Laci bácsi, és rám kacsintott, tudod, a papírszikat, és azt mondja, te az engem fölvillanyzott úgy, bementem a harmadik menetbe, és kivertem a gyereket. De úgy, hogy egyszerűen nem volt mellékes, hogy, hogy nem én nyerek. Vilmos, azt olvastam valahol, hogy a felnőtteknél valahogy nem jött össze a nagy eredmény. Nyertél rangos kupákat, úgymond, voltak nagy skalpjaid, de úgy amatőrként, tehát úgy igazából nem sikerült. Valóban így van. Hát nézd. Miért talán, nem? Talán az én szerencsém. Mert hogyha sikerültek volna, akkor talán nem ülnénk itten most így, és nem úgy, hogy Amerikában élek, és Amerika állampolgárként jövök haza. Nem tudom, figyelj, de az igazság az, hogy én egy olyan viszonylag naív srác voltam vidékről, aki bármit mondtak, megcsináltam. És az edzésekben, ezeken a versenyeken, amikor ugye mindenki nagyot akar csinálni, mindig túlhajtottak, túledzettek, szó szerint. Na most már tudom, akkor nem tudtam még, ez volt az olimpián, ez az Euróbajnokságon. Kérdez, hogy 6 éven keresztül nem kapasz ki egy meccsen, és közben boom, jön egy nagy verseny, világverseny, egy olyan gyerekkel, akivel edzésen nem boxoltam volna egy percet. Nem azért, mert edzésen jobban tudtam boxolni edzésen, tizedét se adtam, mint a meccsen. De egyszerűen az időzítés olyan rossz volt, széthajtottak, szétvágtak, tudod, annyira szinten, hogy
egyszer nem bírtam a hajamat megfésni, mert begörsült a vállam. Nem tudtam félni, mert lépcsőn begörsült a lábam. Sok a fáradtság. De nem szóltatok ezért? Vagy nem lehetett szólni? Volt egy idióta, Pali sajnos már meghalt, most nem annyit mondjuk neveket, épp a szövetségi főtitkára. És mondta neki, Laci bácsi, mondom, na pofáz! Hát, és kérdez, úgy volt, hogy ő volt, az, úgy írt a szövetségi főtitkáránk, hogy először életében akkor jött boxmeccsre. Hát, tudod, kommunista vezető volt. Nagyon jó ember volt, nem volt, de nem volt hozzáértése. A Laci bácsaknak megvolt, viszont az meg jó, jó van, oké, de következő percben hátul meg oda mentek, és azt mondták, Lacikám, na jó van. És erre mondom, Laci bácsi, hát mondom, hát arra volt szó, hogy ezt csinálják, vagy jó van, azt, hogy hagyd a francba, szóval menjünk. Nem számított. Ő azt csinálta, amit mondtak neki, tudod? Vagy amit nem. Aztán kiállt néha, de akkor a következő pillanatban megint meg tudták cserélni a véleményét. És ez volt egy probléma. 1983-ban Párizs, 3 hét, ja. Aztán utána onnan csalódottan, sérült lélekkel Németország. Igen. Miért mentél el Magyarországról 83-ban? Nézd, 78-ban bajtam boxot, nem vittek a világbajnokságra, amit szinte megnyerhet. Előre odaadták volna az érmet. Akkor olyan formál voltam, meg jól is ment. Miért nem vittek ki? Hát az edzőm, a Kellner Feri bácsi, így adta vissza azt a 76-os átigazolási kérelmet, amit el akartam tőlük menni. Uh-huh. És meghúzta. Honnan, hová? Hát a Dózsából a Székesfehérvári színbe. Oda akartál menni, és? A lakás hiány. Uh-huh. És akkor, hát meghúzkodták őt persze, uh-huh. És a végén nekem az én javamra döntöttek, és uh-huh. Megígértek a lakást, minden. Uh-huh. Tehát ott bejött a Pavlaci bácsi, bejött mindenki uh-huh. A szövetségtől, és ők jót álltak érte mindenféle szinten, sőt, azt is megcsinálták, hogy előre aláírt átigazolást betették a páncélszekrénybe, hogy ha nem kapom meg az ígérteket. Közben főiskolára akartam, a rendőrszi főiskolára, és azt is megkaptam. Tehát elmentem a rendőrszi főiskolára, jól is ment, ennek alapján kiválasztottak, hogy én legyek a kádár testőre. Közben én a Pest megyén dolgoztam, ugye, mint hadnagy beosztásban, és a gyilkossági csoportnál uh-huh. Egy asztal megüresedett a elkösrendészetnek az asztala. A főnököm azt mondta, a főosztályvezető azt mondta, Vili, itt az asztal tiédé, foglalkozz el velük, te ismerj a siciket, minden, uh-huh. De te asztalod. Tehát mi megyei osztály vezető lettem. Na jó, mondom, de mondom, főnök, én ezt nem tudom elfogadni, mert akkor a főiskolán keresztül átadtam az átigazolási kérelmemet a központi állományba, hogy kádár mellé visznek a testvéremben. Jó voltam iskolában, jó, kiváló uh-huh. Lövő, minden szó, minden sporttól. Alkat, méret, minden tökéletes volt. Igen. És többet nem beszélt a főnökemben 6 hónapig. Azóta. Uh-huh. Na, jó, hát közben egy vezérnagyja voltam kapcsolatban, aki kérdezte, most mi van, azt mondták, még vizsgálat van, meg minden ez, meg az. És a végén úgy tudtam meg, hogy nekem végem van, hogy hazamentem a szüleimet meglátogatni, és akkor húgom hozzám jött, azt mondja, kitöltél meg. Mondom, miről beszélsz? Azt mondja, itt volt egy ezredes, egy alezredes a faluba, 3 napig végigjárták a falut, és rólad kérdeztek. Uh-huh. És akkor utoljára jöttek fel hozzánk, és apámmal beszélgettek, aki épp a kocsmába jött haza. Nem volt, soha nem volt részeg, de csak az spiccesebb volt, aki bátrabban beszél talán. A lényeg az, hogy akkor mondta, mi Jakob, kik voltunk, meg mik vagyunk, és aztán ugye hát ez lett a vége. Kiderült, hogy a apám meg nagykulágok voltak, öregapám fel akart akasztani tudod, akkori kommunizmus rendszerbe, uh-huh. A 19-es évbe, 1919-ben, és akkor hát ez egy ilyen nyomot hagyott a családon is persze, de hát ugyanakkor ezt viszont a kommunista rendszerbe ezt nem lehetett csak úgy leírni. Mert én nem az ő gyerekük voltam, még akkor is, úgy volt minden, hogy szegény gyerek, uh-huh. Fali vidékről származik, 7-7-es család volt, tudod? Nem úgy működött annak ellenére. Szóval a pozícióban nem kaptam meg az állást. Visszajöttem, akkor kaptam meg a levelet a kezembe. Uh-huh. Másnap, képzeld el. Bementem a főkapitányságba, mondani neki, főnök, ki akarok lépni. Azt mondta, megbolondultál? És nagyon el voltam ismerve, azt mondták, a II. Világháború óta ilyen tehetség, mint én a gyilkosságra nem volt. Még én erre születtem, 5 éves korom volt, amíg ez akartam lenni, tudod. És mai napig is még zavar, tudod. Sőt, amikor hazajöttem, 91-ben, akkor is találkoztam rendőrtisztekkel, együtt dolgoztam, hogy Vili, gyerekek, vissza kell jönni, tudod. Szóval, kanyarodjunk gyorsan vissza, mert az idő az pörög. Alright. Kanyarodjunk vissza oda, hogy akkor mi volt? Miért nem mehettél a világbajnokságra? Ugye ott hagytuk abba, hogy... Hát igen, azért, mert
hogy eligazolt, el akartam igazolni, igen. És akkor Kellner megesküdött a családja életére, hogy ő engem haza fog vágni. És nem így szöttek az emberek, a csötői, mindenki ott, Vili, vigyázzál. Akkor erre bementem a dózsába, és mondtam, figyeljenek ide. Engem nem érdekel, hogy mit adnak, mit nem adnak. Ha mondom, ha velem így viselkedik a Kellner, akkor mondom, mi az, hogy edzek, és minek tréningezzek. Mert az a kikötés, hogy kell egy olimpiát nyernem, egy világbajnokság legalább. És ezért megkapok mindent. Ha mondom neki, meg tudom ígérni, de azt nem azt mondom, megcsinálom. Mi van, felrepedek, hogy felesérülök, az nem számít, csak ígérjem meg, hogy mindent megcsinálok. Rendben van. És akkor Kellner ellenem tett minden. És óriásra ment, tudod, a németekkel edzettünk, és a német gyerek, hogy kivittek, úgy lett ezüstérmes a világban, és hogy mindenki kiütött a döntőjét. Ezzel a gyerekkel nem tudtam, hogy fél percet se játszani. A hamelbe ütöttem, hagyomra ütöttem, ha fején ütöttem, lement. Érted? És akkor mondja nekem a Kellner, úgy, mintha ma lett volna, pedig ez már 78-ban volt. Azt mondja, hogy hű, szeretnének ezt a gyerekkel látni a döntőbe. Gondoltam magam, persze ki se fogsz vinni. Akkor már tudtam, hogy nem visz ki. És holott előtt én voltam a csapatkapitány. És ellenem szúszította a Somodit, a Somodi fel, most halt meg szegény nehéz súlyban. Egyfolytában verekedtünk, törtük egymást, érted? Sőt, még a Lévait is ellenem úszította, pedig azt mondja, hogy nagyon jó barátok voltunk. Hát muszáj volt verekedni. Most aztán ezekből az lett, hogy én nekem sokkal jobb lett a kondícióm, sokkal jobb lett a felkészültségem, tehát maximális potenciális nyerési lehetőségem volt a világbajnokságon. Azt mondja erre nekem a Kellner, azt mondja, hogy Vili, jó van, ki kell neked menni egy versenyre, de visszajössz, biztos utazó vagy. Jóska öcsémmel is kimentünk, ő aztán ment is a világbajnokságra. Reggel elindultunk hajnalba, hajnal megjelenik a sportújság, amit én még nem láttam már, és főcímen volt, hogy Jakab nem utazik a világbajnokságra. Ő már tudta. Na mindegy, aztán kimentem, akkor le is sérültem, nekem lenyert tudtam volna menni a világbajnokságra, de akkor megtudtam, hazajöttem, a feleségem síró fogad a vonatnál, hogy meg sokan voltak, nagyon sokan vártak, virága, mindenre, és akkor szlovák nagy díjon voltunk kint. És akkor több ember sír, mondom, mi van? És akkor mondják, hogy nem utazok a világbajnokságra, mondom, ez szép dolog, mondom, én nem hittem el. És akkor fölmentem a válogatotthoz, és akkor látom, hogy mi van ottan. Na jó van, összepakoltam, és jöttem le. Jön a Kellner be. Na most csak azt tudjad, a Botos, a Badari, a Lenz edző, meg egy pár gyerének könnyesek voltak a szemem, amikor eljöttem, tudod? Ott álltak, és tudták, hogy mit csináltak velem. Én utána mit csinálni? És jön be Kellner, azt mondja, hova mész? Mondja, neki megyek le. Azt mondja, hát mi edzeni? Mondja, neki minek edzek? Mondja, megyek a világbajnokságra. Azt mondja, edzeni kell. Ja, mondja, lehet edzeni a klubba is, nem? Azt lementem. És az a vége volt, és akkor azt mondtam, bebizonyítom, hogy én milyen jó vagyok, és meg is nyertem a nagy nemzetközi versenyet utána, és akkor kijelentette megint a Kellner, hogy aki nem utazik a Euróbajnokságra, az nem utazik a olimpiára. Azt mondtam akkor, hanem ide se oda se, aminek boxolok. Szóval egy pár szóval megértettem magamat a orvossal, és eltítattam magam örökre. Orvosi javaslatra. Ami által levédtem magamat, hogy a lakásomat nem vehetik el tőlem, és aztán kiléptem a rendőrségtől, és ugyanakkor, és ahol nem is akartak elengedni. Azt mondták, maga nem mehet el, főleg a főiskola parancsnok, azt mondták, magának két évet adok, hogy tovább visszajöjjön. Én befejeztem. Tudod? És akkor elmentem Maszeknak, ottan elvégeztem akkor a FTF-et, és közben hívtak le Szegedre, hogy menjek le edzőnek, nem engedtek. Belügyből odaszóltak, állítólag nem fogadhatnak. Utána mentem volna Füredre, akkor jött a francia barátnőm, hogy ugye összeállásunk, ott fogunk élni, és ott viszem le az üzletet. Csak zárja be egyébként, mert csak így, hogy igen. Montrealban az olimpián találkoztatok. Igen, ott is lettem meg ezt a és igen, akkor lett a nagy szerelem. És erre 6 év után megkeresett, holott nem maradtam ott, holott könyörgöttem, maradjak ott, meg minden, de nem maradtam ott, akkor volt nekem itt, hogy mennyasszonyom, akkor ezt összeállásodtam. Lett egy gyerek, de az 6 év után az vége lett. Kapcsolat. És akkor ez megjelent, és óriás szerelem tört ki belőle, és hát... Kimentél utána? Elmentem utána. Párizsba, ahol aztán csalódásért. Hát igen. És akkor itt tegyünk a mondat végére pontot, már csak azért is, mert említsük meg, hogy Jakab Vilmos nem csak egykori ökölvívó, hanem ugye könyvet is írt, méghozzá a Sztárok címe, írt egy önéletrajz. Sztárok árnyékában. Könyvet? Ez önéletrajzkönyv, ugye? Hát ez nem önéletrajzkönyv, amikor elhagytam az országot, akkor azok ott a kalandok, amik közben elkezdtem úgy profiként boxolni, hogy kerültem Amerikába, és ott hogy kerültem oda, ahol ma vagyok.
hogy kerültem oda, ahol ma vagyok. Szóval ezek azok tehát ebben szépen le vannak írva azok a izgalmas és érdekes momentumok, amelyek ugye végig kísérték az életedet. Mert ugye itt ugye elhangzott itt a beszélgetés során, még itthon voltál, itthon is voltak történetek. Igen. De aztán azzal, hogy kimentél és elhagytad Magyarországot, az izgalmak még csak igazából ezután fokozódtak, ugye? Kimentél Németországba, ott voltál másfél évet, megpróbálkoztál a profi bunyóval, érdekes kalandok voltak ottan, de csak összejött Amerika. Ja, hát végül is az történt, és az volt a legjobb, ami történhetett velem. Én oda kikerültem, az első naptól kezdve boldog vagyok, szó szerint. Nincs azok a rasszista visszélések, megjelenítések szóba, vagy cselekedetbe emberek által, mert ránéznek, és akkor egy emberre ránéznek, itt Magyarországon sajnos, tisztelt a kivételnek, ugye azok mindig vannak. Szigány. Tudod, és ez a legcsúnyább, legundorítóbb, valamint el lehet képzelni a világot. Igen. Tudod, és ez. Közben fogalmuk nincsen, hogy honnét jövök. Igen. Ennek ellenére azt mondod, hogy ott érzed magad a legjobb, hogy Amerikában. Igen. Jöttek olyan hírek haza, hogy meghaltál, hogy a maffia kivégzett. Ugye? Voltak ilyen hírek. Igen, hát csak a híre volt neki, de a tényező valóság az nem történt meg, mert de gondolom valami alapja tintézne. Csak volt annak, hogy ott voltál a... Olyan emberhez nyúltam hozzá, egy klubokba dolgoztam, hatalmas, leghíresebb klubokba, és a maffia főnököknek a tulajdona volt ez. Mit a nagy... Mit csináltál a kluboknál? Mit dolgoztál? Hát, kidobó magyarul. Egyrészt főként kidobó, de aztán a később a híres klubba, a leghíresebb klubba, a China klubba már mint doorman voltam. A doorman ez a beengedő. Összeelektál ki, akik jöhetnek be, kik nem. Tudod, az a nagyon fontos dolog. És hát ez az volt a legnagyobb csúcs volt, ami létezett akkor a China Clubban. De visszatérve az előbbi, az a maffia esetre, jó, olyan embereket ütöttem le, meg olyanokat vertem meg, akik nem vertem, én csak leütöttem őket, és vége volt. Mindig egy ütés volt, csak mindig. Hova ütöttél? Hárba vágtam, és hova lehet ütni. Most figyelj, elkezded ütögetni, a mellbe vágod, meg ezért, ha olyan ütőerőm lenne, hogy testre leütöd, az is lehet kisebb emberi. De amikor ilyen 200-300 pándos emberek jönnek oda neked, és ketten vannak, nem fogsz te itt válba ütögetni embereket, állba vágod, és kész lemegy, mindegy, hogy kicsoda. Igen. Tudod, és nagyon gyors, hogy mai napig ugye... Fértek, rettegtek tőled ezt? Ne, hát az volt, hogy a maffia megtanulta nagyon gyorsan, és mutogattak, hogy vigyázz erre a gyerekre, vigyázzál, mert ez nagyon veszélyesen üt. És megvan őszintén egy ilyen 5-6 verekedés után, elnevezték a kezemet a Little Weapon-nek. Hát nem tudtam, mit jelent akkor szó szerint, és akkor később jöttem rá, ugye, hogy mi az hát a halálos fegyver, de hát ez én túlzáson tartottam, és mindenki azt kérdezte, hogy mikor fogsz verekedni, mert akarjuk látni, hogy ütöd le az embert. És ott álltak körbe, igen. Akkor se látták. Akkor se látták, hogy megütöttem az embert. Csak azt, hogy lenn volt a pali. Meddig tartott ez az életforma? De most már gondolom, már nem. Na, már nem. Közel 15 évet csináltam. Szóval, de közben csináltam az építkezésmet is. Szóval ilyen dupla álláskat csináltam, tudod, és... És mindig megúsztad? Börtön, semmi? Szerencs. Hát le voltam tartozva 3-szor, de mindegyiket ki tudtam védeni, megfelelő ügyvéddel, és amikor bármit csináltam, mindig önvédelemből ütöttem. Szóval soha nem ütöttem le valakit, csak úgy. Mindig először a másik ütött. Ő ütött, azt mindenki látta. Én csak annyit elhajoltam, és már keresztbe is vágtam, és kész, vége volt. Szóval, úgyhogy ezek önvédelmek voltak, aztán voltak persze más, voltak nagy verekedések, 40-50 ember ellen verekedtem egyedül 8 ember ellen, ott sem tudtam veszteni, tudod, de hát részében meg is írtam a könyvekbe, de hát... De... És akkor Hollywoodban nem akartak filmet készíteni rólad? Hát mert sok még filmnek, ugye még... ez egy alapsztória, ez a történet, amiket elmesélsz. Ha meg lesz jelentetve a könyv, akkor talán. Igen? Mert a csajnak a olyan nagy volt, itt most beszélünk, 200-300 világsztár jött be a klubba egy hétfői napon. De a legnagyobbak, amint Sylvester Stallone, Bruce Willis, a Schwarzenegger, akkor a legszebb nők, az összes modellek oda jártak. Aki máma is nagyon nagy nevek, most hitlem is nek eszembe, vagy a Eddie Murphy. Ezek egyébként tartottad a kapcsolat, hogy tartod, vagy úgy nagyon nem lehetett kapcsolatot kiépíteni? Sokkal. Például a Nick, nem is tudom, hittem a neve, nagyon nagy színészet bele. Nagyon jó barátságra voltam, akartunk boxolni együtt, meg minden.
és több színésszel, például a Sutherlanddal, Kiefer Sutherland is akart nagyon velem járni, meg ma úgy járni, hogy boxoljunk, meg minden. Mert akkor egy csomó üzletben voltam benne, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztem, és mindenféle import-export, meg mindenféle... Jó felépítetted az életedet. Ja, és aztán a végén nem tartottam vele, de mai napig is, ha egy telefonba kerül, ha össze akarok vele jutni, akkor meg tudom csinálni. Ki fogom használni az alkalmat, mert kivittem a magyar pálinkát, vagy a tarpai pálinkát, és ők fogják nekem reklámozni, és az csak úgy. Akkor ennek a könyvnek lesz még egy folytatása. Ja, lesz egy folytatás. De előtte valószínűleg meg fog írni egy másik könyvet. Uh-huh. És már ez, de hát az muszáj, az egy valami olyan, és hatalmas nagy lesz, hogy mert ezt még nem futtattam igazából ki. Ez ki kell, hogy fusson, hogy megértsék, hogy mert aki ezt elolvasta, az el akar olvasni másra, és nagyon jók a visszajelzések, mindenkinek tetszik. Angolul is megjelenik? Kiadod Amerikában? Meg fog jelenni mindenféleképpen, mert ez a China Clubban várják. A China Clubban most szűnt meg, tavaly szűnt meg a leghosszabb ideig tartó China Clubban, aki fenntartotta a létezését, de viszont az a rengeteg ember, aki keresztül jött, több százer ember, és komoly üzletemberek, komoly nevek, az mind akarja látni, de hát nagyon vigyázni, hogy mit írok, mert ez azért, az nem akarok megbántani emberek. Mikor voltál edzőteremben utoljára? Mikor zsákoltál? Hát nagyon régen. És ezért most le is vagyok robbanva, azért vagyok ilyen szandárba ittem, mert nem edzek semmit se, tudod? És körülbelül 20 év voltam edzőteremben. 20 éve? 20 éve. Illetve annyi volt, hogy tavaly itthon voltam, és lementem a egyik haveromnak a termébe, és akkor ott nézegettem, ott a iskoláznak, és azt mondja az edző gyerek, azt mondja, gyere Vili, mutasd meg ennek a gyereknek, hogy kell ütni a bal egyenes, vagy jobb egyenes. Hát aztán megütöttem neki, és Kriszta kérdezik, ez fölösepett a kezem. Azt mondta, te még így tudsz ütni? Tehát ez olyan, mert úgy megy ki, mint a rakéta. Tehát, és annak megvan az ütése. Na most figyelj, én eljutottam olyan szintre a boxnak, a legmagasabb szintjére, ahol csak a martial art, a kung fu mesterek jutnak el mentálisan. Ez komolyan. Hogy mai napig olyan erővel tudok ütni egy másodperc alatt, a legrövidebb helyről, mint a Bruce Lee-nek volt egy ilyen ütés, amit én nem tudtam, csak attól kérdez, hát a könyvben vele vannak ezek, mind le vannak jegyzetelve. Olyan erővel tudok ütni, és ez mind mental power. Hogy ezért nem tartottam szükségesnek az edzést, de most vissza kell menni, mert kezdek lemerülni. Sajnos időnk lejárt. Zárásként egy nagyon rövid mondat akkor még, hogy mert ugye mégis a sporthíradó. Ökölvívóként azért maradt benned hiányérzet, ott nem tudtál kiteljesedni. Ha már mint magánemberként nagyon jól sikerült, ez bánt? Benned van? Vagy már túltetted magad ezen? Már túltettem magamat. 10 éven keresztül egyszerűen nem bírtam meccset sem nézni. Meccseket nem bírtam nézni. Annyira zavar, hogy láttam, hogy azok a profik, akik nagy nevek, hogy most így mondom, bemennék menni, és meg tudnám verni őket, tudod? De aztán ezt adta az élet, ezt osztották a lapokba, a kártyába. Ezt kell játszani. Ez olyan a póker. És akkor te most már mindig Amerikában fogsz élni, csak időként hazajössz Magyarországra? Nem. Vagy gondolsz arra, hogy esetleg visszatelepülsz? Őszintén én most mentem nyugdíjba 62 éves koromban, de én körülbelül adtam 3 évet magamnak, hogy megcsinálom azt a nagy hatalmas pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy egy kastélyt fogok építeni, ahol születtem, és hogy körülbelül 3 év múlva hazajövök, de csak úgy, hogy itt leszek egy darabig, a barátokkal, akik a sporttársam, akikkel tartom a kapcsolatot. Aztán visszamész megint. Aztán visszamegyek rendezni az üzletet. De egyébként úgy már nem akarok ott élni. Szóval itthon akarok élni, de vissza csak úgy megyek, hogy a lányokat meglátogatom, van két lányom ottan, és hát meg barátaim is természetesen. Feleség? Van? Röviden? Nincs. Most nincs? Volt 3, elég volt. Elég volt? Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Én köszönöm. Bízunk abban, hogy még fogunk találkozni. Remélhetőleg igen. Köszönöm szépen. További sportosat.